Mi a közös ebben? Ebben. 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 A Kamara kisfilmjével indult a nagyszabású rendezvény. A résztvevőket a házigazda Pintér Péntek Imre köszöntötte. Az elnök felvázolta az idei év legfontosabb feladatait. 2018-ban minden bizonnyal rengeteg kihívás fog érni bennünket, de én a legnagyobb kihívásnak azt tartom, hogy továbbra is ennek a megyének, ennek a régiónak megtartsuk a versenyképességét, megtartsuk azt a magas szintű versenyképességét, amit az elmúlt időszakban elért ez a megye. Erre most a legnagyobb hatással van, amit kezelnünk kell, hogy a munkaerőpiacon drasztikus változások következtek be, és ezzel valamit közösen tennünk kell, és azon kell gondolkodnunk, hogy mi ennek a megoldása. Az országban megyénkben a legalacsonyabb az álláskeresők száma, ami már 2% alatt van. Ez már nem is érezhető a piac gazdaságban hangzott el. A megyében iparűzési adó tekintetében Győr torony magasan megelőzi valamennyi települést. Ebben a fajta közterviselésben arányosabb elosztás kellene. Rengeteg honfitársunk, aki itt él közöttünk, aki nagyszerű emberek, és nekem semmi bajom nincsen velük, Ausztriába keresi a kenyerét, viszont a mi iparizési adónk, amit befizetünk a különböző városokban, azok segítenek nekik abban, hogy ők nekik jó útjaik legyenek, jó legyen a közvilágítás, jó legyen a közbiztonság, működjön minden, aminek működni kell, és én nem akarok őtőlük elvenni semmit, hanem csak azt akarom, hogy valami igazságos teherviselés legyen ebben a megyében, ilyen szempontból is. Nem lehetünk Ausztriának egy hátsó országa, hanem mi a magyar vállalkozásoknak kell olyan szinten és úgy működniük, hogy minél több munkaerőt tartsunk itthon. Borkai Zsolt Győr polgármestere megköszönte a vállalkozók munkáját, ami nagyban hozzájárul a város kimagasló eredményeihez. Ahhoz, hogy ez a város, ez a térség, ez a megye, ez a régió sikeres tudott lenni, egyértelműen az kellett hozzá, hogy a városban, megyében, régióban dolgozó vállalkozások azok megtalálják azokat a számításokat, megtalálják azokat a dolgokat, amivel fejlődni tudtak, és előre mutatólag bátran mertek újabb és újabb beruházásokat megvalósítani ebben a térségben. A polgármester hangsúlyozta, az elmúlt években az itt élők közreműködésével Győr minden nehézséget és problémát megoldott. Nekem mondjam, hogy ettől az évtől kezdve Győr városában segítve és élénkítve, és remélem ezzel még több muníciót adva a gazdaságnak, 1,6%-ra vittük le az iparűzési adót, és bízom benne, hogy mind-mind ezek az intézkedések, amik együtt önökkel közösen történtek, és történnek a jövőben, azok a problémák, amelyek előttünk állnak, meg fogjuk tudni oldani. De tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy azért egy nagyon fontos dolgot mondjak, hogy az itt élő emberek nélkül, a kormányzat segítsége nélkül, biztos vagyok benne, hogy ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg. A munkaerőhiány csökkentheti az egyetem a város és az Audi Hungária között létrejött felsőoktatási és ipari együttműködés, röviden a FIEK. Erről egy látványos prezentációt tartott dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora. Nem tudunk versenyezni olyan nagy tőkerős kutatóintézetekkel és egyetemekkel, amit mondjuk Észak-Amerikában vagy akár a Távol-Keleten találkozunk, mert nekünk nincs annyi pénzünk. Akkor tegyünk valamit pluszba hozzá, ami először nekünk jutott az eszünkbe. És ez az, hogy levetkőzöm minden sznobizmust, levetkőzöm minden, amikor a felsőoktatási időnként jellemző ilyen feudális alűrt, mi azt mondtuk, hogy igenis tessék fölgyűrni az ujjunkon, vagy a kezünkön az ingójat, és tessék dolgozni. Tessék oda menni az iparhoz, tessék oda menni a polgárokhoz, tessék oda menni a kis- és középvállalkozásokhoz, mert ebből mi igenis profitálni fogunk, és ettől leszünk mi nemzetköziek. A győri modell egyébként egyre népszerű, és nagyon sokan jönnek hozzánk tanulmány útra, és csodálkozva látják, hogy micsoda fejlesztéseket tudtunk itt végrehajtani. Az országos szakképzési és munkaerőpiaci helyzetről dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár, illetve dr. Parag László, a Kamara országos elnöke tájékoztatta a vállalkozókat.